létezik-e roma kérdés, illetve hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a magyarországi cigányság helyzetének javítására. Simon János beszélt a cigányokról készült rövidfilmek fesztiváljának sikeréről, amelyre több európai országból is érkeznek alkotások figyelemfelkeltő témákkal. Moldáviában a roma holokauszt túlélőjével csináltak filmet, azok, akik még élnek közülük, tehát az utolsó pillanatokban sikerült megörökíteniük. De hát vannak olyan érdekességek is, mint a falusi tájházak, vagy a roma esküvők, roma lakodalmak, vagy a roma verekedések, de börtönfilmek is vannak, tehát nagyon sok rendőr és roma konfliktusáról vannak dokumentumfilmek, látomások, vallásos filmek, munkahelyi konfliktusok, bányában dolgozó romákról szóló történetek, úgyhogy mi magunk is sokat tanultunk vele, szociológiai és antropológiai is érdekes, de néprajzilag is. Az előadás folytatásában a Roma Élet elnevezésű fesztiválon díjazott Gettósor című művet vetítették le. Csubrillo Zoltán alkotása Magyar Kanizsán játszódik, egy roma család mindennapjait mutatja be. A filmfesztiválra évről évre várják az alkotásokat dokumentum és riportfilm kategóriában. A zsűri értékelésében elsődleges szempont nem a művészi tartalom, hanem inkább a valóság hűséges megjelenítése és a tanulságok.